2019. március 19-én került megrendezésre a HG Media és a Haszon magazin Fókuszban Energiagazdálkodás a 21. században című konferenciája. A rendezvény résztvevőit Szilágyi László, a Magyar Energetika Szaklap felelős kiadója köszöntötte, aki egyben a konferencia moderátora is volt. A megnyitó előadást Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli minisztere tartotta. Előadásában kiemelte, hogy az emelkedő villamos energia igények kielégítésében a megújuló energia és az atomenergia nem tekinthető egymás ellenségének. A tárca nélküli miniszter kihangsúlyozta, a hazai energiastratégia három pillérre támaszkodik. Az atomenergia mellett a megújuló energiaforrásokra, illetve harmadik elemként a szénbázisú energiaforrásokra. A hazai energiafogyasztás szintjének növekedése a jelenlegi erőműpark kiöregedése miatt szükségesnek nevezte az új paksi beruházást. A következő előadó Kis Ernő, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke a napelemek piaci helyzetéről tartott tájékoztatójában kiemelte, hogy a napelemes erőművek valódi rezsicsökkentést tudnak eredményezni, ezért fontosnak tartotta megjegyezni, hogy egy háztartás villamos energia felhasználását már 1 millió forintos beruházással ki lehet váltani, amire az MFB uniós forrású kamatmentes hitele is felhasználható. Pintér Róbert, az Európai Rézintézet Kft. Ügyvezető igazgatója a dekarbonizáció jelentőségét mutatta be Európában. Az ezt követő kerekasztal beszélgetéshez csatlakozott Felsmann Balázs, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, valamint Szilágyi László, az Épületgépész Unió ügyvezető igazgatója, és közösen elemezték a magyarországi energiagazdálkodás helyzetét. Az ezt követő kávészünet jó lehetőséget biztosított a további kötetlen beszélgetésekre és kapcsolatépítésre. A kávészünetet követően az első előadó, dr. Mitnyán György, a Főtáv ZRT vezérigazgatója volt, aki a Főtáv fejlesztéseiről és az új zöld erőművek terveiről, kapacitásáról beszélt. Előadásának fontosabb elemei közé tartozott többek között az egyedi fűtési rendszerek hátrányai a távfűtéssel szemben, valamint a kéményes készülékek betiltásának hatásai. Mindezek mellett kiemelte a távhűtés létjogosultságát is, mint az energiagazdálkodás egyik fontos elemét. A digitalizáció volt az ezt követő kerekasztal beszélgetés témája. Digitalizáció az energetikában, a gépipartól, a megújulókig, a termeléstől, a fogyasztókig. A kerekasztal beszélgetést követő előadásban Versics Tamás, a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének elnöke az energia felhasználásának trendjéről beszélt. Szilágyi László, az Épületgépész Unió ügyvezető igazgatójaként az Európai Uniós irányelvek hatásait mutatta be a hazai lakossági energiafogyasztásra és a háztartási energiatermelő berendezések fejlesztésére. A konferencia utolsó kerekasztal beszélgetésének fő témája a lakossági energiagazdálkodás optimalizálása volt. Valamint szóba kerültek az e-közműrendszer eredményei is. Az érdekes és hasznos információk előadások után a résztvevők gyönyörű környezetben ebéd közben folytathatták a kötetlen beszélgetést, ismerkedést.